elmúlt két hétben folyamatosan az volt a fő témánk, hogy hol működünk defektesen és miért. Az a jó hírem, hogy február 21-től 27-ig végre nem egy fék lap, hanem egy eredménykártya a fő inspirációnk. Tehát most az lesz a kérdés, hogy merre haladunk. És az a kérdés, hogy az egyensúly felé haladsz-e. Azaz, eljutsz-e ezen a héten oda, hogy egyensúlyt teremtettél önmagadban és körülötted. Azaz, hogy ez már meg is valósult. Amikor nem vagyunk egyensúlyban, az azért probléma, mert akkor ki vagyunk valamerre billenve. És amikor ki vagy billenve, nem tudsz megfelelő döntéseket hozni. Amikor egyensúlyban vagy a középpontodban, akkor van egy stabilitásod, onnan bármerre tudsz lépni, és bármilyen döntést tudsz hozni. És bármilyen döntést hozol, az a tiéd. De amikor ki vagy dőlve valamelyik irányba, akkor legfeljebb csak tovább billensz, vagy visszabillensz, attól függ, hogy húznak, vonnak, tolnak, mi történik veled külső erő hatására. Egyensúlyi állapotban belülről döntesz és cselekszel, egyensúlytalanság esetén pedig külső befolyás hatására. És a kettő egészen más eredménnyel jár. A fő visszatartó erőnk ezen a héten a kétség lesz. Kétségbe estél, kétséget támadtak benned. Ahol kétség van, ott nincs egység. És csak egységben tudunk teremteni. Amikor kétségbe esünk, akkor legalább két irányba haladnak az energiák. Ez nagyon hasonlít az egyensúlytalansághoz, de még annál is mélyebb, mert egyensúlytalanságban megborulunk, a kétségbe meg beleesünk. Tehát az mélyre visz. A kétséghez a kettes szám tartozik, és a kettőt kétféleképpen mutathatjuk. Mutathatjuk így, vagy így. Ez a győzelem és a békejelet, de én azt szoktam mondani, hogy ez az, amikor van antenna, veszed az adást, és intuícióból cselekszel egy letisztult állapotban. Amikor így mutatjuk a kettőt, az már jelzi, hogy kétfelé mennek az energiák. Ez a spirituális ujjunk, ez pedig az egója. Tehát akkor a lelkünk és az egón különböző irányba halad. Így nem lehet se teremteni, se dönteni. Milyen érdekes, ez nem is jutott még eszembe, hogy erre azt mondják, hogy győzelem, ez meg ugye a lúzer jele. Lehet, hogy ez sem teljesen véletlen. És ha az angolt nézzük, akkor a lúzer nem azt jelenti, hogy valaki übergáz, hanem az, hogy ő veszít. Ugye szó szerint azt jelenti, hogy vesztes. Hogy a fenében lennél vesztes, hogyha a lelked és az egót két irányba húz? Nem pedig vesszük az adást, lehozzuk, és utána visszatöltjük a kollektívbe. Hú, ebben ne is bonyolódjunk bele. A lényeg, hogy amikor kétségbe vagy esve, onnan megint csak nem tudsz igazi döntést hozni, a számodra igazi döntést. Mit tehetsz, amikor kétségbe vagy esve? Hozz egy döntést. Ez a tudatos teremtő erő erre a hétre, de ha nem ez lenne, akkor is ezt mondanám, mert ilyenkor az szükséges, hogy meghozd a döntésedet, hogy megkezdődhessen a teremtés. Ugyanis a két irány vagy két lehetőség, vagy akár több közül választhat, ha elindulsz az egyik irányba, akkor már legalább mozognak az energiák. Ha kétségbe vagy esve, és nincs benned egyensúly, tehát egyensúlytalanságban vagy, akkor eleve így össze-vissza mennek az energiák, de leginkább megrekedsz. Viszont ha már elindulsz az egyik irányba, két dolog történhet. Az egyik, hogy kiderül, hogy ez volt a helyes döntés, szuper, tudsz haladni tovább. Ha kiderül, hogy hát nem biztos, hogy ez volt a legjobb döntés, fogod magad, veszel egy kanyar, és elindulsz a másik irányba. De még mindig előrébb vagy, mintha egy helyben toporogsz. És ha mindeközben te egyensúlyban vagy, akkor gyorsan tudod megtenni ezeket a lépéseket. És a döntéseinkbe bele is kell állni, ahhoz is kell egyensúly. Van, amikor az a kérdés, hogy mit döntesz, és van, amikor az a kérdés, hogy vagy-e olyan állapotban, hogy dönts. Ahhoz először
döntésképesnek kell lenni. Majd figyelgesd ezen a héten, hogy mikor, mitől esel kétségbe, és mi alapján hozol döntéseket, és amikor éppen döntést akarsz hozni, döntésképes állapotban vagy-e. Tehát egyszerűen gondold végig, hogy én most olyan állapotban vagyok, hogy tudok egyáltalán értelmes döntést hozni, mert ha nem, akkor lehet, hogy először abba az állapotba kéne kerülni. Ha mindezt megteszed, az eredménye kreativitás lesz. Azaz, az, hogy túlélő üzemmódról kreatív, azaz teremtő üzemmódra váltottál. A túlélő üzemmódot szerintem nem kell bemutatni. Nézz körül. Remélem, nem ott találod, ha tükörbenézel, de ha körülnézel, ezt fel fogod ismerni. A kreatív üzemmód pedig az egyetlen, amiben teremteni tudunk. Ha ehhez segítségre van szükséged, akkor a Sorstervező című könyvemben találsz erre egy QR kóddal elhelyezett meditációs gyakorlatot. De a lényeg, hogy a kreatív energiáidat feléleszd, aktiváld, mert az abban különbözik a túlélő üzemmódból, hogy ahol a túlélő üzemmódban működő emberek problémát látnak, de ott is lehetőségeket fogsz látni. Sőt, nem csak, hogy felismered a lehetőségeket, hanem a magadévá tudod tenni őket, azaz tudsz élni velük. És ami szerintem csodálatos, az, hogy a kreatív ember soha nem csak magának teremt. A kreatív emberek viszik előre a világot. A kreatív ember mindig mások számára is teremt, és másokat is inspirál. És én azt kívánom, hogy ezen a héten aktiválni tud minden kreatív energiádat, legyen egy szép hely.